tisztelt ház, nem is a hosszú ülés talán, hanem az volt a legfájdalmasabb, hogy ma kultúrtörténeti mély ütéseknek lehettünk a személyes fültanúi. És hát magam sem tudom eldönteni, hogy melyik fájt jobban, a bal oldal által, a DK által Vasa Albert az egyik legnagyobb nemzeti írónknak a negatív kontextusban való említése, avagy a fideszes képviselő által említett fülöpszigeti vendégmunkás, aki a nélküledet tört magyarsággal énekelte. Nekem mindkettő egyformán fájó volt, szűkebb hazám, Nógrád vármegye példáján szeretnék egy országosan fennálló problémát bemutatni, elsőként a kormánypárti képviselőknek és az ő szavazóiknak. Ugyanis a kormány ellenzékből még erősen bírálta a vonalbezárásokat, aztán az idei évben arra vetemedett, hogy követte a baloldali kormányok példáját, és augusztus 1-jével 10 vasúti mellékvonalat zárt be. Természetesen csak átmenetileg szünetelteti a forgalmat ezeken a vonalakon, de hát ezt láttuk a baloldali kormányok alatt, hogy ezeken a vonalakon aztán már soha nem járt vonat. Reméljük egyébként, hogy a Fidesz kormánynál ez nem így lesz, hiszen maga Lázár János építési és közlekedésügyi miniszter mondta azt, hogy ahol ellenállásba ütköznek ezek a vonal bezárások, illetve forgalom szüneteltetések, ott felülvizsgálják majd ezt a dolgot. És hát mi ezt reméljük, hiszen nálunk az északi gúnyhatár mentén a Balassagyarmati-Ipolytarnóci vonalra is lakat került. Ez a vonal egyébként 1896-tól működött, és egészen Losoncig ért, az volt a csomópont. De hát a 60-as években sajnos értelmét veszítette, hiszen a másik vége az nem Balassagyarmatig, hanem Ipolyságig ért. Természetesen Trianon előtt épülő vonalról el kell mondani, hogy ennek a valódi értelme akkor volt, hiszen most a semmiből sehová vezet, de amikor Ipolyságot kötötte össze Losonccal, akkor egy kiemelten fontos, gazdaságilag is fontos vasútvonalról beszéltünk. A 60-as években viszont felszedték Ipolyság és Drégely-Palán között azt a 6,6 kilométeres szakaszt, aminek a visszaépítése egyébként feltétlenül fontos lenne, hiszen az Ipoly-völgyi vasút ekkor nyerhetné el valódi értelmét. Azt gondoljuk, hogy hazánkban óriási lehetőségekként kéne tekinteni a vasútvonalakra, mind a személyszállítás, mind a teherszállítás terén, főleg azért, mivel a teherszállítás, hogyha ez a 6,6 kilométeres szakasz visszaépülne, akkor mind a szlovákok, mind a lengyelek által egy keresett dolog lenne, arról nem beszélve, hogy a szlovák személyszállítás már régen jelezte az igényét, hogy ő ezt a vonalat szeretné működtetni és üzemeltetni. Idén lejár az a szolgáltatási szerződés, aminek keretén belül eddig a MÁV Start végezte ezt a szolgáltatást. Ezen a vonalon reméljük, hogyha a MÁV Start nem is tud elégséges szolgáltatást biztosítani az itt élőknek, akkor legalább kiadja olyanoknak, akik ezt meg tudják tenni. És a teherszállítás terén talán érdemes elmondani, hogy a világ összes vasútja úgy működik, hogy a teherszállítás hozza a pénzt, a személyszállítás pedig sajnos viszi, de a kettő egyvelegéből talán egy valamilyen szinten fenntartható vasutat lehet elérni és eredményezni. Hát nálunk ezt a baloldali kormányok értelem szerint szabotálták, hiszen eladták a teherszállítást, így a vasúton lévő ándatlan állapotok, ezek sajnos egy régebbi gyökerű dologra vezethetőek vissza, és hát elmondható, hogy az elmúlt 30 év hibás politikai vezetései züllesztették le odáig a magyar államvasutakat, ahol jelenleg is található. Márpedig fontos azt is elmondani, hogy a fővároshoz közeli vármegyékben a minden reggel szokásos dugók igen nagy problémát okoznak az ott élőknek, éppen ezért a vasutat nem leépíteni, hanem fejleszteni lenne szükséges, már csak azért is, mert az agglomeráció határa az lényegesen ki van tolódva, a nagyon drága ingatlanárak miatt a fővárosból és annak közvetlen szomszédságából vidék felé próbálnak nyitni a fiatalok is, hiszen ott tudják megvenni az ingatlanokat. De hogyha a közösségi közlekedést, aminek a kormány feltétlen és elkötelezett híve, nem fejlesztjük ez mellett, és nem próbáljuk ezt a lehetőséget megadni számukra, akkor sajnos a mobilitásukat tesszük kockára, és egészen egyszerűen nem fognak tudni olyan kényelmesen munkát vállalni, ami mondjuk kevés ingázással és kis idővel telne, ahelyett, hogy a vasúttal és egy közösségi közlekedéssel megpróbálnánk ezt a problémájukat orvosolni. Éppen ezért a Mi Hazánk Mozgalom elfogadhatatlanak tartja, hogy a kormány fejlesztés helyett lakatot tesz a vasútvonalakra, és reméljük, hogy a jövőben ez a tendencia változni fog. Köszönöm szépen a szót! Köszönöm szépen, képviselő úr!